Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Hisszük, hogy az Úr most is áldást küld erre a mostani alkalmunkra. Péter első levelét vesszük elő, akinek van Bibliája, készítse elő, és felolvasom a Péter első levele negyedik versétől, negyedik részétől, az első verstől a hatodikig. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt, káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongás ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki kész ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerinti lélekben. Ennek a mostani beszélgetésünknek ezt a címet adtam, hogy elég volt abból. Hát miből majd itt kitérünk rá. Gondolom, hogy Ágénak is sok mondani valója van, hogy sok emberrel találkozik ő is naponta, akik még nem jutottak el odáig, hogy elég volt abból. Na de itt Péter apostol egy figyelemre méltó mondatot mond, az első versben a Krisztus, a mi Urunk, a megváltó, testben szenvedett. Tehát ez egy súlyos szenvedés volt, maga a megaláztatás lelki szenvedés volt, a fizikai szenvedés is nagyon-nagyon megrendítő volt, fizikailag is szenvedett a Golgotán, a keresztre feszítés, és hát a megostoroztatás, és hát egyéb dolgok, amik történtek. És Péter apostol a figyelmünket felhívja arra, hogy nagyon mélyen őrizzük meg a szívünkben azt, hogy Krisztus a bűneinkért szenvedett. És a vérét ontotta. És ugyanakkor arra is felhívja a figyelmünket, hogy a mi életünkben is vannak szenvedések. Természetesen, hogy két nagy csoportra tudnám osztani a szenvedést. Az egyik a Krisztusért való szenvedés, a másik pedig
a bűneinkért, meg hát a mindennapi élet nehézségei miatti szenvedés. Test szenvedése, így is mondhatnánk. Igen, ugye? A test szenvedése. És nagy igazságot látok ebben, hogy Péter apostol azt mondja, hogy ha valaki testileg szenved, hogy elszakad a bűntől. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy bizonyos szenvedés pótolja a Golgotai kereszt váltságát, tehát a megváltás pótolja is, hogyha már szenvedünk, akkor már üdvözülünk is. A szenvedés alatt az ember valahogy, ha egy például valaki a kórházba fekszik, eltört a lába, a keze, vagy súlyosan megsérült, akkor valahogy arra koncentrál, arra figyel, az köti le minden erejét, hogy a fájdalmak, a szenvedés, hogyha valaki meglátogatja a kórházba, akkor is főleg erről beszél, és nem a bűn utáni érdeklődés van a középpontban, a szenvedések között. Valahogy Péter apostol erre akarja a figyelmünket felhívni, hogy az Úr felhasználhatja a szenvedést arra, hogy elcsendesedjünk, de Jézus vére vált meg minket. Felhasználó. Nagyon sok ember, aki fennhordta az órát, és sokat képzelt magáról, és hogy porigalázva. Csak egy példát mondjunk, ugye, ne menjünk messzire a Golgotától. A szenvedés két dolgot válthat ki az emberből, vagy megkeményedik, vagy megnyílik az Úr előtt. Hát a lator, az egyik lator magába szállt, és bűnbánatra jutott, és az Úr kegyelmét kérte, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljött a te országodban. Ő is szenvedett, Jézus is szenvedett, és volt ott egy másik fiatalember, aki nagyon-nagyon nehezen viselte a keresztre feszítést, ott káromkodott, azt mondta Jézusnak, hogy szüntesd meg a szenvedést, szüntesd meg, szállj le a keresztről, és szabadíts ki innen minket is. Ha te olyan nagy Úr vagy, hogy a tenger hullámait is kisímítottad, és hát csodákat tettél, a sánta lábat is megépítetted. És hogy Jézus nem szállt le a keresztről, nem lépett ki a szenvedésből. És hogy a szenvedés javára válhat az embernek, de nem váltja meg az embert a szenvedés. Itt ez a Péter apostol első levele, negyedik része, a nyomorúságokban kitartó türelemre és az Úr akaratában való teljes megnyugvásra tanít bennünket, és úgy gondolom, hogy ez itt szintén erről beszél az első vers, negyedik rész első verse. Én ezen gondolkoztam el, hogy Krisztus testileg minden szenvedést átélt, amit az emberek szenvedhettek. Egyrészt ugye megostorozták, nagyon nagy fájdalom volt, hiszen a halálán, ugye az egy kínhalál volt, a kereszt halál, és az Úr magára vette a bűneinket. Jézus testileg szenvedett, nincs olyan szenvedés, amit az Úr ne élt volna át, és ne tudná megérteni. Nincs olyan nyomorúsága az embernek, amiben a szenvedő Krisztus ne vállalná magára, a szenvedéseinket hordozta,
betegségeinket, fájdalmainkat viselte, ostoroztatott és verettetett a mi bűneinkért. Nagyon csodálatos ez, és ugye lelkileg is a Krisztus születése, a földre jötte, az nem egy diadalmenet volt, hanem Isten fia megalázta magát, és emberi testi formát vett fel, egy egészen szűk testbe költözött bele a hatalmas, legcsodálatosabb Úr és Isten azért, hogy az emberért az életét áldozza. Tehát vannak fizikai szenvedések és lelki szenvedések, és mindezen. És ugye van Krisztusért való szenvedés. Igen. A mindenen keresztül ment és vállalta értünk. A másik ez, amit itt Sándor is olyan nagyon hangsúlyozott, hogy aki testileg szenved, a Károlyi fordításban így van, hogy megszűnik a bűntől, de ez az újabb fordítás jobban érthető, hogy elszakad a bűntől. A testi szenvedés olyan fájdalommal jár, hogy az embernek nincs kedve, idézőjelben mondom, vétkezni. Ha valaki halálos beteg és óriási fájdalmai vannak olyan, hogy esetleg még morfiumot is kell neki adni, hogy, mert a tűrés határon van, és már nem lehet eltűrni, hogy az nem azon fog gondolkodni, hogy hogy lehetne pénzt szerezni, elvenni, kirabolni, tisztátalan módon élni. Nem akarom a teljes skálát elmondani, hanem hogy elszakad. És az én számomra ez egy külön olyan kegyelmi időszaknak látom egyes embereknél ezt a testi szenvedést, mert hogy elcsendesedik. És egész életében nem állt meg az élő Isten előtt, de a szenvedés közepette megadatik az a kegyelem a számára, hogy Isten felé fordul. Igen, és gondoljunk például a tékozló fiú történetére, igen, hogy amikor elkezdődött az életébe a szenvedés, akkor kezdett az atyához visszavágyni. Igen, ugye az éhezés is egy ilyen nagyon nagy szenvedés. Ugye a haláltáborokban is az emberek annyira ki voltak éhezve, hogy egymás ellen is fordultak, vagy ugye bizonyos szerencsétlenségeknél olvassa az ember, és filmeken is lehet látni igaz történet, hogy egy repülőgép szerencsétlenség során egy teljesen lakatlan, kietlen helyen tulajdonképpen a halottakat megették, mert nem volt mit. Akkora nagy szenvedés az igazi éhezés és kiéheztetés egy szenvedési formája volt a népeknek, borzasztó, de hogy sokan Isten felé fordultak, és én úgy gondolom, hogy aki testileg szenved, sokszor el kell tudnunk fogadni magát, az Urat, a gyógyítót, a szabadító Istent, hogy a lelkünk gyógyulásra találjon, bár az a csoda is megtörténhet, hogy a legnagyobb szenvedésből fizikailag is megszabadíthat az Úr, és meggyógyíthat. Az életem során, mint lelkész, sokat kerestek a szenvedők, és imádkoztunk, és volt olyan, hogy teljesen gyógyíthatatlan rákos beteg másnap hívott telefonon, hogy ő jól van, és megy az orvoshoz, és megmutatja magát, és aztán csodálatos módon be is bizonyosodott, hogy csoda történt az életébe. Isten meghallgatja az imádságokat, de a nyomorúságokban az Úrtól kitartó türelmet kell kérni, és az Úr felé fordulni, és nem zúgolódni. És van itt, ami Péter apostol ennek a sorára utal, és amit te mondasz, annak az összefoglalása, nézzünk fel Jézusra. Igen, igen. A hit fejedelmére, a hit szerzőjére,
és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Hát ez... Az a zsidókhoz írt. Igen, a zsidókhoz írt 12:2. Jaj, ez nagyon gyönyörű, igen. És valóban így van, hogy a szenvedő Jézusra kell fölnézni, akinek a sebeibe van a mi gyógyulásunk. És ha az Úr ezt megengedi az életünkbe, akkor úgy gondolom, hogy azért engedi meg, hogy többé ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljük a testben hátra lévő időnket, vagyis hogy a vele való közösségben ez, hogy ne emberek kívánságai szerint, nagyon sok emberi kívánság van. Sokszor gondolom ezt is, hogy vannak ilyen vallásos kívánságok is, amit elvárnak az embertől, bár érzi a szívébe, hogy ez nem maga az Úr, de hát mégis a liturgia, a formalitás, és az ember az emberi kívánságoknak próbál eleget tenni, csak hogy ez nem az Istennel való személyes közösség, márpedig az Úr nem azt akarja, hogy emberek által fölállított törvénynek, hanem Isten akaratának feleljünk meg, és nagyon sokszor a haverok, a barátok várnak el tőlünk istentelen életet, ígyunk együtt, dolbézoljunk együtt, és hogy a divatos elvárások, ma nagyon sok hölgy egyáltalán nem élne olyan életet, mint amit él, de ez a divatos elvárás, és ezért ennek meg akar felelni. Nagyon sokrétű ez, hogy nem emberek kívánságai szerint. Sokszor a hozzátartozóinknak is vannak kívánságai, amiket úgy érezzünk, hogy nem kéne ennek a kívánságnak eleget tenni. Na de hát mégis ugye érte, hát csak megtesszük, és emberek eltávolítanak Isten közösségétől, és belevisznek olyasmibe, amit az ige bűnnek mond. Hát nagyon nagy ajándék, ugye itt majd később szó is lesz a józanságba való járás. Ezt csak az ember akkor tudja, hogyha az Isten igéje van a szívébe belevésve, és nem akar eltérni az igétől. Sokszor állunk válaszúton, amikor emberek kényszerítenének, úgy akarják, de tudjuk azt, hogy Isten igéje mást mond. Tehát Péter apostol azzal folytatja, hogy megemlíti, hogy van emberi vágy, és van Isten akarata szerinti élet, a vágyak szerinti élet. Már a 10 parancsolat is, ugye... Igen, erről a vágyakról szól. Megkívánd, és felsorolja, hogy mi minden, ami kísértés... Igen. Az ember számára, és hogy ez a Krisztus által, a megváltó általi győzelem, ha mi nem a vágyaink szerint élünk, hanem Isten akarata szerint, és mennyire fontos ez. Olyan érdekes, hogy itt, ahogy a 3. versben, felsorolja, ezek mind kívánságokkal összeköthető. A feslettség is ugye kívánság megfogalmán bűncül. A részegség is ugyanez, hogy valami után vágyik az ember, nem tud elszakadni tőle. Hát a dobzódás és a bálványimádás is ide tartozik. Azokról az emberekről beszél, akik eljutottak arra a pontra, hogy ki tudták mondani, hogy elég volt abból. És mi ugye nap mint nap szenvedélybetegekkel vagyunk együtt, már több mint 30 éve, ugye ismerjük a küzdelmeiket,
sokszor nagyon értékes, kedves emberek az alkoholnak vagy a drognak a csapdájába kerülnek, és nem tudják kimondani, hogy elég volt abból. Hogy nagyon megrendítő volt, valamikor ismertem egy orvost, aki hát valamikor jó sportoló is volt, és valahogy az élete lesüllyedt, és hogy próbálkozott ő abbahagyni, próbált abbahagyni az ivást, de sajnos azt nem tudta kimondani, hogy elég volt. És olyan megrendítő dolog volt, amikor egy orvost láttak emberek, hogy egy kukából kaparja ki az ennivalóját, a mocsokból, és hogy ami mások már kidobtak, vagy már penészes, vagy hasonló volt, hogy egy ember, akit nagyon hasznos lehetett volna a társadalom számára, emberek számára, a családjába, hogy végül is nem jutott el odáig, hogy elég. És hogy mi kell ahhoz, hogy az ember ki tudja mondani azt, hogy elég ebből, itt felsorol, nem olyan régen, itt apróra átvettem több ilyen kifejezést az eredeti görög biblia alapján. Hát ezek, amik itt fel vannak sorolva, részegség, dobzódás, tivornyázás, meg egyéb dolog, hogy kimondani azt, hogy elég, mert az ember függővé válik, és nem úgy van, hogy le tud állni, abba tudja hagyni. Azért mondom el ezt nektek, mert sokan ezt a problémát erkölcs oldalról közelítik meg, azt mondják, nem szégyelled magad, hogy ilyen részeges vagy, összehányod magad, ellopod a konyhapénzt, meg minden. Erkölcsileg látják meg, de ez egy betegséggé lesz, a visszaélés. Az még nem volt baj, hogy valaki megivott egy pohár bort, csak az, amikor már nem tudta megvárni azt, hogy a pohárba kiöntse a bort, hanem az üvegből itta meg úgy, ahogy van mindet. Ez már egy nagyon súlyos állapot, tehát beteggé válik az ember, és hogy a gondolkodásában szeretne kilépni az élet problémáiból, tehát amikor ilyen tudatmódosult állapotba kerül, mert annyira lerészegedik, vagy kiüti magát a fogyasztó, akkor, hogy végre megszűnnek a nehéz érzések, megszűnnek a problémák, és lebeghet, és jól érzi magát, de hogy becsapja önmagát, és hogy ez egy nagy küzdelem. A fiatal korosztály is ott van az intézetünkben, és szoktunk erről beszélni, hogy hogy is lehetne leállni, kimondani, nem csak a szánkkal, hogy elég, hanem itt Krisztus szabadítására van szükség. Mert nincs a Földön olyan gyógyszer, ami az addikt betegséget meggyógyítaná. Nincs olyan gyógyszer. És hogy, hát ez... De voltak azért, talán Nágyénak eszébe jut, hogy voltak olyanok, akik a hosszú évek során ki tudták mondani azt, hogy elég volt ebből. Igen, itt azért jól emlékeztél, mert Péter apostol a Károlyi fordítás szerint magát is beleérti, mert elég nékünk. Tehát ebben ő is benne van, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük.
És hogy sokan csodálkoznak azon, itt a negyedik versben olvassuk, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába. Igen, ez egy mind csoda, és lehet rajta csodálkozni, de nem kell együtt futni abba az áradatba, amibe ma nagyon sokan benne vannak. Az is érdekes, Melki, hogy van, aki szeretne szabadulni, de Isten nélkül. Igen. Hogy Isten ne kavarjuk bele ezekbe a dolgokba, de hát ugye nem akarják vállalni sokan, hogy ők megtérnek és az Úrnak adják az életüket, mert mit szólnak mert a többiek, életvitel. Mit szólnak hozzá a többiek, és haragszanak, hogy őket ott hagyta, és nem iszik velük tovább, és még egy családon belül is megtörténik az, hogy mondjuk az egyik kiemelkedik, megszabadul az alkohol, vagy a drog hatásából, de a család többi tagjai pedig benne maradt, és visszarántják, hogy nem kell neked azon az úton, csak így áll belül, drogozz tovább. A kódependencia. Ugye ez a szó igen. Nagyon jó, hogy szinte haragszanak, nem, hogy örülnének, hogy a társunk megszabadult ebből a pokoli állapotból, hanem haragszanak rá. Igen, itt ugye a Károlyi fordításban van egy ilyen kifejezés, hogy a kicsapongásnak ugyanabban az áradatában szitkozódván. Igen. Addig mondják a másiknak, és elhordják mindennek, amíg nem tudják visszarántani. Én nagyon szeretem ezt az igét, mert nagyon sokat jelentett a számomra, amit Jézus mondott a kereszt halálra készülve a tanítványainak, hogy jön a világ fejedelme, de nincsen bennem semmije. Jézus nem tudta a gonosz megragadni, mert nem volt rajta fogás, mert nem adott rá, nem adta oda az életét a bűnre. És hogy amit mi, hogyha odaadunk a bűnre, eljön a gonosz embereken keresztül, és megragadja, ami az övé. Ez a szitkozódván, meg ez az áradat a számomra ezt jelenti, hogy addig kell az Úr Jézushoz jönni, az Úr segítségét igénybe venni, amíg lehetőségünk van rá, és elszakadni, hogy elég volt a gonosztól és a gonosz dolgoktól. Igen, mi vigyorgunk, azt gondoljuk, hogy úgy élünk, ahogy akarunk. Isten nem arra teremtett bennünket, hogy a bűn mocskába halljunk meg, hanem hogy az ő dicsőségére éljünk és szolgáljunk.